Üdvözlök mindenkit, ez itt ismét a Cult Hunter, a mai bemutatóm alanya Thor Ragnarök. Pár videómban már említettem, hogy én igazából el vagyok a Marvel filmjein, habár az első bosszúálló filmé szerintem elérték a csúcsot. Az eddigi Thor filmek szerintem hozták a kötelezőt, habár kétséget kizárólag nem ezektől az alkotásoktól számítjuk a képregényes műfaj modernkori időszámítását. Korrektül összerakott, ám de kevésbé maradandó filmek voltak ezek, az akció, a dráma, illetve a humor nem ezekben a fejezetekben lett a legjobban adagolva szerintem. Ezért is volt nagy meglepetés, amikor kiderült, hogy a rendezői székben az általam nagyra tartott Taika Waititi fog ülni, akit az egyedi látásmódjával és stílusával lehet beazonosítani. A végeredmény még engem is meglepett, szerintem a rendező által fogyasztott tudatmódosító szerekből szemmel láthatóan bőven jutott mindenkinek a forgatáson. Thor az otthonát elpusztító világ végét igyekszik megakadályozni, azonban megjelenik a színen Hela, a halál istennője, akinek hála Thor az univerzum túlsó felén köt ki. A szabadulásának kulcsa, hogy túl kell élnie egy gladiátor viadalt, amelyben az ellenfele nem más, mint maga Hulk. Egy dolog biztos, ez a film nem éppen a formabontó történetétől lesz maradandó, megkapjuk a szokásos világmegmentő sztorit, amit annyiszor láttunk már a Marvel filmek készítőitől. Sőt, talán még a Thor filmek mércéjével mérten is a legbénább gonosz sikerült a vászonra vinniük a készítőknek, akinek a motivációja kb. Kimerül annyiban, hogy bosszúra vágyik és iszonyat pipa. Ez azért is nagy csalódás, mivel a Hellát játszó kétszeres Oscar-díjas Kate Blanchett-től sokkal többet vártam, sajnos nagyon gyérül megírt karakteréből még ő sem tudott egy izgalmas gonosz kreálni. Sőt, tovább megyek, az Asgardon játszódó drámai jelenetek a film legunalmasabb részei voltak. Amikor az ottani komolyabb történéseket látjuk, valahogy a film sodrása is kevésbé intenzív. A kérdés tehát jogosan feltehető, miért lett a Thor Ragnarök az egyik legszórakoztatóbb film a Marvel univerzumban. Ez bizony két ember érdeme, Taika Waititi rendezői és a címszereplő Chris Hemsworthé. Ők ketten egy egészen másfajta megközelítésbe terelték a sorozatot, egy rendkívül elszállt, látványos, de mindennek előtt nagyon vicces részt tettek le az asztalra. Szinte süt a vászorról, hogy mindenki poénra vette az egészet, a laza retro stílus és az improvizált szövegeknek hála, a jó hangulat nagyon hamar átragad a nézőre is. Nagyon régen hallottam mozit egy emberként így nevetni poénokon. És sajnos emiatt lesz talán az egyik legmegosztóbb Marvel film a Thor harmadik része, mivel nagyon vékony határon egyensúlyozik a paródia és az akció vígjáték műfajai között. Habár szerintem sosem billenált egyik felére sem. Lehet, hogy valakinek sok lesz ez a kissé abszurdabb humor, párbaállítva a galaxis őrzői poén világával, ez egy kicsit nehezebben befogadhatóbb, ám de szerintem fényével kebb viccesebb film, mint az említett galaxis őrzői. A szereplőkre nem lehet panasz, mindenki kihozza magából a maximumot, kezdve Jeff Goldblumtól egészen Hulkig, azonban a nagy duranást maga a villámok istene hozza el a vászonra. Chris Hemsworth teljesen magáévá tette a karaktert, a Sakaar bolygón lévő kalandozásai szürreálisan szórakoztatóak lettek. A látvány és az akciók hozzák a szokásos Disney minőséget, én mondjuk több retro stíluselemet el tudtam volna viselni. Összességében a Thor Ragnarök szerintem az utóbbi évek egyik legszórakoztatóbb képregényfilmje, akit be tud szippantani ez a fajta egyedi atmoszféra, az remekül fog szórakozni. Ha a film két tónusában nem lett volna ekkora minőségbeli különbség, minden bizonnyal a Marvel univerzum legfaszább darabját üdvözölhettük volna ebben a felvonásban. Én 75%-ra értékelem, és aki vevő az egyedi hangvételre, annak nyugodt szívvel tudom ajánlani. Ha láttátok a filmet, feltétlenül írjátok meg kommentbe, hogy nektek bejött-e, illetve ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!